Szervusztok! Akkor itt mesélek egy kicsit a hipnózisról és a hipnózis struktúrájáról, és mikor majd készítem a képzőkurzusokat, akkor ezt természetesen nagyon precízen lebontom, nagyon sok olyan szó, meg olyan kifejezés van, ami ilyen hipnotikus a képeket, meg, meg hogy mondjam, ilyen mozikat képez az ember elmében, és az a különbség a hipnózis és a meditáció között, hogy a hipnózisnak sokkal precizebb az úgynevezett célja. Tehát amikor a hipnózist csinálok, akkor én azt mondtam, ugye, hogy gyógyulj fénysebességgel, szeresd az életet. Ezen belül én kivettem egy olyan csomó romboló hiedelmet az elméből, amit téged a szeretettől megfoszt, vagy a szeretettől távol tart. Mint említettem, anélkül abszolút nincs gyógyulás. Ez a legnagyobb baj az emberiségnek, hogy ott van egy csomó hiedelem, hogy ők nem érdemlik meg azt, hogy őt szeressék, hogy ők szeretetlenek, hogy apu, anyu nem szeret őket, ez mind hiedelem. És amikor az ember hipnózist csinál, az más, mint mondjuk terápiát csinálni, vagy coachingot. Mert amikor az ember terápiát zik, vagy, vagy coachingol, akkor tud beszélni. Akkor egy ilyen, ilyen a, beszélek, kérdezek, akkor ti válaszoltok, tehát van egy úgynevezett egy ilyen kétirányú kommunikáció. A hipnozis meg elég egyirányú. És biztos hallottatok már rengeteg meditációt. És majdnem minden ilyen meditáció, meg hipnozis, az valamilyen szintű metafora, valamiféle történet, és akkor a történeten belül a metaforát az elme az tökéletesen jól értelmezés fordítja, és akkor az szerint alakul át az ő, vagy annak a világa. Mikor például kezdtem a, a, a hipnózist, ugye a bevezető, az, az úgy jajak, hogy induction. Mikor az ember bevezeti, és akkor egy kicsit leveszik a, az embert a béta hullámokra, akkor az alfába, és akkor utána a széta a hullámokba. És például, amikor mondtam, hogy, hogy nézd, hogy a, hogy a tüdő vagy a melka semelkedik, tudod föl, és le, és föl, és le. És utána mondtam még egy, egy pár olyan dolgot, hogy nézd, hogy megy a relaxáció, hogy a, a nyugodtság végig a testeden. És annak ellenére, hogy angolul volt, az elme az olyan, hogy ez érti a nyelvezetet. Tehát ez az inkább az ego, aki szereti a, az ilyen részletekre odafélje. Mit mond? Ez most mit jelent? És. Amikor elkezdtem mondani a történetet, az angolul arról szólt, hogy volt egy, egy farmer, vagy egy, egy ilyen ember, akinek volt földje, volt sok állata, és magának termesztette a sok növényt, és nagyon boldogan élt. Ez igazán egy ilyen lamúriai, hogy metafora, és minden este megköszönte, hálát adott az égnek, hogy ilyen csodálatos jó élete lett. De egyik este valamelyik éjjel jött a tolvaj, és a tolvaj ellopott egy csomó állatot, és egy csomó termést elvitt. És utána ez az ember nagyon megharagudott, megtagadta a világot, mérges volt a világra, mérges volt az Istenre, mint minden ember ezért van rosszul, mert titokban az ego azt nem akarja, hogy megtud, az Istent okoljuk a problémáinkért. Ez nem nyilvánvaló. És akkor ez benne van a szövegben. Ez azért nagyon fontos, mert a tolvaj az egy úgynevezett árnyoldalunk, és amíg az nincs meggyógyítva vagy integrálva, addig a szívtörés és a szeretetlenséget fogjuk magunk, magunkhoz vonzani. Milyen érdekes, nem? Tehát a tolvaj, mivel minket nem csak, hogy összetörték a szívünket, hanem ellopták. Valamit az ego úgy fordítja, hogy tőlünk valamit elloptak, és ez a tolvajra fogja rá, erre az árnyoldalra. És akkor azt csináltam még, hogy, hogy az elm, az ego nem szeret a mostban lenni. Tehát mindenki arról beszél, legyél a mostban, de nem tudsz a mostban lenni, mert tele vagyunk tízezer régi elvaratlan történettel, amit az ego a, a, a múltban akar tartani, és kivetített egy csomó félelmet a jövőre. Tehát igazán hogy a két világ között meg vagyunk rekedve. És én azt csinálom ilyenkor, hogy én pontosan az egónak a trükkjei, tudom, hogy mitől fél az ember az előrehaladástól, és az időben az elmét terelem. Tehát, mint mondtam, hogy és akkor, régen, és visszamegyünk a múltba, mert az egót, ha elkezdett kihívni, akkor ő belázad, és minden blokkol, akkor nincs gyógyulás. És akkor mindig egyetértek vele. Tehát akkor régen, amikor minden olyan jó volt, de egyszer csak valami történt az a farmer, vagy ez a, az a, gazda, hogy annyira elkeseredett. Csak az azt mondja, hm, oké, okay, igen, igen, igen. Tehát ő szereti ezeket a sztórikat. És akkor ez olyan, mindegy, egy, ilyen két, mint egy műtétet hát végezni egy kézzel, miközben a másik kéz meg terelgetni, meg a, a, etetni az egót. Tudod, itt van még egy kis brokkoli, nagy csinált, közben tudod, te meg, meggyógyítod. És ahogy megyek végig így a magán a metaforán, és akkor azt mondom, hogy és tudom, és biztos vagyok benne, hogy te is érezted már így, hogy mérges vagy a világra, de hogy milyen jó lenne most, ma, today, now, hogy milyen jó lenne most ezeket mind elengedni. Az az, az érdekes, a ilyen hipnotikus parancsokban, hogy például a most, az egy parancs akkor nem tudja az elme se a múltat, se a jövőt, euh, tudod, vagy, vagy ne, ne, nem tud ott lenni, hanem abban a pillanatban be kell jönni mostba, és mikor azt mondja, hogy ná, most, akkor az elmének nincs más választás, mint bejönni ide, még akkor is, ha csak egy pár másodpercig, de akkor ott be lehet neki, el lehet neki mondani olyan parancsokat, hogy beindítsa a gyógyulást. Közben az egó, tudod, az meg, kiadtam neki olyan feladatokat, hogy, hogy azzal ő elfoglalt. És ez a nagyon érdekes trükk ezekben, tehát a hipnózis az nem olyan egyszerű, mint ahogy az emberek hiszik. És utána ah, mentem tovább, és akkor mondtam, hogy volt még olyan is? Talán. Ez a talán, ezek mindig ilyen kis finom, kis, be, hogy mondjam, szúrt kifejezések, mert akkor az ego nem tud vele akadékoskodni. Az ego nagyon szeret akadékoskodni. Hát, de hát ez nem így van, ezt nem így tudtam. És akkor mindig azt mondom, hogy hát lehet, hogy így van. Talán nem. Én nem tudom. És amikor ő magában ott keresni a választ, akkor én puff, az elméhez beszélek egy pár másodpercig. Tehát ahogy mondtam, ez olyan, mint a, amikor egy kisgyerekes anya tartja az ét, közben másik kézzel meg főz. tudod, ahogy édesem, aztán tudod, közben csináljuk az ét. És akkor mentem tovább, és akkor azt mondom neki, hogy vagy azt mondtam a, 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 a metaforában, a sábban, hogy, és tudom, hogy volt olyan, réges-régen, az ego szeret réges-régen, imádja a történeteket, amikor te úgy érezted, hogy téged elutasítottak, ez a rejection, elutasítottak. És akkor persze, hogyne, hogyne, de a szívtörésnek, az egyik legkomolyabb traumáknak meg van egy olyan, egy ilyen láthatatlan oldala, amikor mi utasítottunk másokat el, és ugyanaz a szívtörést teremtette. Ez persze az egó nem akarja, hogy tud, és akkor azt mondtam így az egónak, hogy, hogy azt mondtam így a hipnotikus sámban, hogy hát volt olyan, hogy elutasíthattak. És ah, ah, igen, 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 de már nincs arra szükség, hogy te másokat vagy a világod elutasítsd. Ugye, nem de. És amikor a, egy ilyen kérdés van, hogy ugye vagy nem de, arra igent válaszol automatikusan az elme. Puff, és akkor puff, abban a pillanatban beindult egy gyógyulás. Mert amikor mi nem fedezzük azt fel, hogy mi is több ezerszer az életünk folyamán elutasítottunk másokat, ami a szív tör, a törött szívnek a traumájához vezet, addig nincs gyógyulás. Tehát ez egy nagyon precízen pszichológiai, kibe jövök, tudod, ilyen tilitoli, és közben az egónak meg adni kell a brokkoli, tudod, hogy ez most ezt kap be, ez, ez, ez bele nagyot, és addig se beszélsz. És akkor mentem tovább, és amikor ez már megvolt, utána már tudtam azt, hogy aki okay, megvolt a tolvaj, azt integráltam, annak megbocsájtottunk, és akkor utána meg a szívtörésnek ezt az invertált ö, pszichológiáját, ezt elkezdtem feloldani, és akkor utána jött az, hogy és most hogy ez van, már elfogadod a szeretetet, most már tudod azt, hogy neked van itt életcélod, tudod azt, hogy benned van egyet eszméletlen erő, és azokat szépen finoman, ahogy te lebontod, ahogy te azt haladsz a célod felé, meg a fény felé, egyre könnyebben fogod tudni bevállalni. És ez egy nagyon nagy félelem az embereknek az életcélt bevállalni. Tudod, mindenki beszél róla, ó, életcél, életcél, aztán tele vagyunk több ezer úgynevezett ilyen, ilyen küszöbben, meg ilyen, ilyen betonfal erősségű ellenállással, és azt is lazítottam ebben a hipnózisban. Az alsó sávokban, meg csináltam úgy nézett kvantumkódokat, ami meg nagyon durva, tehát az, az már kell a quantum pszichológiai a, a tréning, az meg az, ott nincs kecmec. az azt mondtam, hogy oké, okay, ez a típusú félelem megszűnik. Ez nem lehet. Ez ki van véve, ez ki lehet az elméből venni, a kvantummezőből ki lehet venni, és utána letöltöttem a úgynevezett Divine Blueprint, ami a teremtőnek, a te... A, hogy mondjam az alaprajzod, igazán amiért te itt vagy, és kértem a teremtőt, hogy segítsen nektek ezzel azonosulni, hogy fogadjátok el, és, és tudod, ugye ez, ez tényleg, ez ti vagytok, hogy ne fussatok így a nagy semmibe, hanem most már tudatossággal legyetek, vállaljátok be azt az eszméletlen erőt, meg szeretetet, amivel ti vezetve vagytok. És akkor ez a kettő neki így a kombinációja ahhoz vezet, hogy egy pár hét múlva az ember úgy érzi, hogy beindult egy gyógyulás, beindult egy eszméletlen komoly, egy, egy, egy ilyen, majdnem, hogy egy célra törés, de nem rossz értelemben, hanem jó értelemben, hogy oké, okay, érzem, hogy van bennem valami. Lehet, hogy ez nem jár félelmek nélkül, mert ahogy mondtam, tudod, a cél, életcélt megtalálni az, a rengeteg traumánk alatt van, de vetettem olyan, ilyen hipnotikus parancsokat, hogy ne félj, meg olyat vetettem még a felsősába is, hogy fogjuk meg egymás kezét, és egymás segítsük, mert ez a régi úgynevezett, ez a versengés, amit úgynevezek a competition, az a versengés, az egy nagyon fura érdekes, ilyen matrixi program volt, ami az életcélunk, és a sikertől való Ilyen elterelés. Fókuszánk arra, hogy ki a jobb, mibe vagyok én, jó, és te mibe vagy jó, tudod, akkor trükkök, ezek azok, de az meg pont a, a, a sikerünket fogja hosszú távon nagyon szép finoman, a, 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 hogy mondjam, erodálni vagy, vagy elmosni, és akkor azért van, hogy említettem, ez egy másik oka, hogy miért van megrekedve az ember. És akkor mondtam neki, hogy, így, vagy mondtam azon a hipnotikus sávon, hogy, és akkor um, you lose your need for competition. Tehát, hogy elveszíted azt a, így a, az óhajt, vagy, hogy, vagy, vagy, hogy te, te versengi, ne versengi, hanem találd meg önmagad, és hozd be a te tehetségedet, találd be, vagy, vagy osszuk meg a tehetségeinket. Tehát ezért nagyon-nagyon precíz egy eszmélet, majdnem egy ilyen, ilyen, doktorátusi diszertációnak megfelelő valami, és azért mondom elsznektek, hogy ez nem csak egy, egy történet, hogy mondtam, hogy megy fel a szamára hegyre, és fú, de marha ügyes a szamár, és te is lehetsz ilyen ügyes, tudod? Az a, általában felső sávok, amiket én csinálok ilyen hipnózisokat, azok általában ilyen sztori, amit az ember úgy próbál figyelni, de alatta meg mindig ott vannak azok a, a nagyon hatékony, hatásos és, és gyors gyógyulási kódok úgy, hogy ne úgy érezd magad, hogy mikor kilépsz egy úgynevezett régi komfortzónából, hogy akkor te ott egyedül vagy. Ez a lényeg. A régi világban úgy éreztük magunkat, hogy egyedül vagyunk, hogyha változni akartunk. Ha ki akartunk törni, akkor úgy éreztük, hogy az egész világ ellenünk van. És ezt a betettem így parancsokba, hogy ne legyél egy, ne érezd magad egyedül, és Merjél kilépni, de tudd azt, hogy már az a régi világ, az már egy sokkal jobb indulatú, kedvesebb és kézzelfogóbb, barátságosabb világ. Jó? Tehát mondom ezeket majd szépen, én lebontom így a képzőkurzusokban. Készítek most ilyen kisebb kurzusokat, ahogy gondolom láthatok már a Miki-nél, és azokba is beteszek egy csomó ilyen, ilyen gyógyító hipnozést, mindig arra a specifikus esetre, ahol a, ami, éppen aktuális. Jó? Köszönöm szépen, e és akkor bármi kérdés van, akkor természetesen itt vagyok. További szép napot szervusztok!